Eger és a franciaországi Macon 34 évvel ezelőtt, 1985-ben kötött testvérvárosi megállapodást. Azóta folyamatos az együttműködés a két megyeszékhely között. Ezúttal egy 50 fős, egyetemistákból és középiskolásokból, illetve kísérőikből álló csoport érkezett Egerbe. A makoni vendégeket a városházán Martonné Adler Ildikó alpolgármester köszöntötte. Testvérvárosaink közül az egyik legrégebbi Makon, több mint 30 éve állunk kapcsolatban. Összeköt minket a történelmi borvidék, hiszen Makon a burgundiai borvidék egyik városa, és hát természetesen nálunk is a bor, a bikavér és az egri csillag az, ami híres, tehát a bortermelés, ami összeköt. Továbbá az oktatási intézményeink. A fiataloknak szervezett tanulmányút nem csak a város felfedezésére, hanem az angol nyelv gyakorlására is lehetőséget ad. A csoport 3 napot Egerben, egyet pedig Budapesten tölt majd. Több mint 20 éve járok már Egerbe, ezért úgy érzem magam itt, mintha otthon lennék, ezt pedig próbálom átadni a diákjaimnak is. A napokban természetesen megnézzük a városban mindazt, amit a turisták szoktak. Meglátogatjuk a várat, sétálunk a történelmi belvárosban, és mindig elmegyünk a Szépasszonyvölgybe is pince látogatásra. A kirándulás része továbbá az is, hogy a helyi fiatalokkal, a dobósokkal ismerkedjenek a diákok, ezért találkozókat is szoktak szervezni. A Makoni Testvérvárosi Bizottság alelnöke hozzátette. Büszke arra, hogy ilyen jó kapcsolatot ápol a két város, és évek óta szívesen tér ide-vissza, hiszen mindig színes programok, kedves fogadtatás és kiváló egri borok várják őket.